te emberorvos vagy, és nem csak úgy gyógyítasz, ahogy azt tanultad az egyetemen, hanem kutyával is gyógyítasz. Milyen ez? Hú, ez fantasztikus. Tehát az, hogy az ember a saját társával, mert ugye ezek a terápiás kutyák a mi kutyáink, el tudok menni valakihez, és látom, hogy nincs olyan óra, amit eltöltünk a terápiás kutyával bárkinél, hogy annak ne lenne valami pozitív hozadéka. Hogy egy idős ember, aki az ápolók elmondása szerint hónapok óta nem szólalt meg, végigbeszéli a kutyás foglalkozásos órát. Vagy egy depressziós embert ki tudunk hozni a kutyájának a segítségével, mert kiképezzük a kutyáját, mert segítünk neki, hogy jó kutyája legyen, hogy el tudjon vele menni, közösségbe tudjon menni, mert a kutya jelenléte neki biztonságot ad. Ezek hihetetlen jó érzések. És tulajdonképpen, mint emberorvos, bár nem ezen a területen dolgozom konkrétan, de hihetetlen nagy megtiszteltetés a betegek részéről, hogy a kutyán keresztül beengednek bennünket az életük legrejtettebb titkaiba, és ezeket mi fölhasználva tudunk nekik segíteni, hogy egy olyan kutyát keresünk nekik, hogy egy olyan foglalkozást tartunk nekik, hogy a kutyaiskolába ki tudnak jönni, és ott mi kölcsön tudunk neki adni egy kutyát, hogyha nem tarthat kutyát, akkor is átélhesse ezeket a dolgokat. Ezek nagyon, nagyon jó dolgok, és nagyon nekünk is borzasztó fölemelő, és minket is terápiás oldalról is megközelítő dolgok. Kérem, fogadják szeretettel dr. Juharos Ágotát és a kutyust. Kezét csókolom. Üdvözlöm. És ő is gyere, Rozikám, gyere, köszönjünk, jó? Üljél le. Hangot. Ügyes vagy. Jó. Ez volt a jó estét. Foglaljon helyet. Hát, szia. Jó, gyere, légy szíves. Gyere. Jó, és feküdj. És ő most akkor így itt marad, és... Remélem. Még nem voltunk ilyen helyzetben, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit fog csinálni. Már nem marad, majd egyszer csak elfárad és lefekszik. Jó? Üljél lesz. Főorvos az, hogy aki ebben a városban él hosszabb, rövidebb ideje, az biztos, hogy Juharos doktort úgy azonosítja, mint a város egyik ikonikus egykori állatorvosát. Hogy ön embergyógyászatra adta a fejét, és nem lett állatorvos, mint az édesapja. Őszintén megmondom, nem tudom. Amikor szóba jött, hogy ide kell jönnöm beszélgetni, illetve ezt a nagy megtiszteltetést... Remélem, hogy nem esik nagyon nehezére. Hogy beszélgetünk. Gondolkoztam rajta, hogy mikortól is gondoltam én, hogy orvos leszek, de egyszerűen nem tudok mást mondani, mint hogy amióta az eszemet tudom, azóta. De hogy ez miért, ezt nem tudom megmagyarázni. De az biztos, hogy már az általános iskolában is azért váltottam az énekzeneiből, ahol egyébként imádtam járni, és rettentő sok pozitív élményem, és talán az a 8 év az, amire, mint iskola, a legszívesebben emlékszem vissza. De már akkor egyértelmű volt, hogy a Bányaiba fogok a biológia tagozatra menni, mert én orvos akarok lenni, de nem tudom megmondani, hogy ez honnan ered. Az éziből annyi maradt, hogy mondjuk a mai napig zongorázik? Az éziből nekem nagyon sok minden maradt. Tehát az éziből olyan élmények voltak, ez a zene, nek az építő ereje, ez egyértelmű, hogy végig kíséri az életemet azóta is. Ma már zongorázni nem, de az asszisztensnőm Bölcsődei gondozói főiskolára járt, ahol éneket kellett tanulnia, és amikor végeztünk a leletezéssel, én tanítottam meg, én tanítottam meg szolmizálni egészen pontosan, így ahogy mondja, és egy régi ézis, nem osztálytársam, de évfolyamtársam volt az ének tanára, és kérdezte is, hogy honnan is mondta, hogy én tanítottam, úgyhogy nagyon érdekes volt, de ez megmaradt, bármikor le tudok szolmizálni a mai napig. Olvastam, vagy talán hallottam egy önnel készült interjúban, hogy hát amikor utána nézett annak, hogy majd mi minden számít bele a nyugállományba, akkor kiderítették, hogy ön 5 éves korában a Kecskeméti Katona József Színház alkalmazásában állt, és ezt beszámítják a nyugdíjba. Mi ennek a történet? Én balettoztam, mint minden kislány, nyilván, mivel már akkor is azért jó zenei érzék az kiderült, és aránylag jó mozgású voltam, mert nem ilyen súlyjal voltam akkor nyilván, és balettoztam. És a színháznak az alsó balett termében határozottan emlékszem, hogy a sarokba állt egy pianino, ahol zongorázott egy fiatalember, mert nem volt magnó még, egy nagy tükör volt, és én oda jártam balettozni, és nyilván a balettosok közül kerestek a színpadra szereplőket, és a Csongor és Tündébe voltam kis tündér. Semmi frász soha? Én nem emlékszem rá, anyu azt meséli, és erre mintha emlékezném, hogy a boszorkánytól nagyon féltem, és amikor az bejött a színpadra, akkor én lementem, és akkor be kellett menni az öltözőjébe, és akkor megmutatta, levetette a boszorkányöltönyt, hogy ő azért tulajdonképpen egy nagyon aranyos színésznéni, és hogy nem kell tőle félni, és így aztán, amikor az előadás volt, akkor már nem mentem le a színpadról, hanem táncoltunk. Az édesanyja egy nagyon jó nevű, jó hírű bábművész. Otthon nem szoktatta hozzá a boszorkányokhoz? Nem tudom, hogy akkor ez hogy maradt el, de így 5 évesen még féltem a boszorkánytól. Erre az egyre emlékszem, de Pató István volt a Csongor, még erre is emlékszem, le a nevére, nyilván ezt azért, mert emlegettük azóta, de hát ő ugye egy nagyon jóképű színész volt, és hát az, mint kislánynak, hát így nézett, én erre határozottan emlékszem, hogy a színház, a szereplés az nekem sose állt távol tőlem. Meddig tartott, ameddig mondjuk ambicionálta, hogy színpadra lépjen? Középiskolában szűnt meg, vagy már korábban? Én jó színházban nem, de minden versmondó versenyen elindultam, minden szavaló versenyen, minden prózamondó versenyen, és általában és hát zongora versenyeken is. Zongora versenyen is voltam, Szegeden egy Bartók Béla zongora versenyen 3. helyezett voltam, azt hiszem 12 évesen, így valahogy. A Bányait azt azért választottam, mert olyan középiskola volt, ahol eredménnyel készítettek föl, vagy elő az orvosi egyetemre. Igen, akkor tájt ott volt egyedül biológia tagozat. Akkor még ugye nem volt ilyen, hogy emelt szintű, meg nem emelt szintű, de ott volt biológia tagozat, és ez nem volt kérdés, hogy nekem oda kell menni, hogyha az orvos egyetemre akarok menni. A másik, ami még a Bányai mellé, az a kosárlabda. Ez volt a másik, ami az Adamik tanár úr révén oda vonzott. Balettezett, zongorázott, verset mondott. Ugye, mint kiderült, kosárlabdázott, igen. Adamik Ferencnél, igen. Ami azért nagy kihívás. Azt hiszem. Igen. És még emellett lovagolt is. Igen. A ló hogy jön a képbe? Hát az apukámtól, ez teljesen egyértelmű. De hát azért nem volt otthon lovuk. Nem, otthon nem. Akkor még nem volt divat, most majdnem minden gyereknek van lova, most én ezen elképedek újabban. Akkor még ez nem volt divat, de nyilván ő ugye olyan TS-be dolgozott, a Kossuth TS-be, aztán akkor már Kisfájiban meg volt a lovarda, és ő volt itt a környéknek a lovas állatorvosa, hiszen ő imádta a lovakat, kapcsolatban volt a versenyzőkkel, elsősorban a fogadhajtókkal, Bugacon, a Bonyimre bácsival, stb. És hát én a lovak között azért nagyon sokat előfordultam, úgyhogy ez azt hiszem így evidens volt, hogy én lovagolni fogok. A lovasportok melyik ágát üzte? Először próbálkoztam az akadályugratással, de ott volt egy kis majrém mindig, amit a ló átvett, és nem volt sikeres, és utána én a díjlovaglásba próbálkoztam. A ló megérzi csalhatatlanul, hogy aki rajta... Minden állat, igen. Kutya is minden, így van. Tehát nem lehet átverni a lovat? Nem, és akkor... Egyszer beleestem a vizes árokba, akkor leesett a kengyel, akkor kengyel nélkül mentem végig, azért külön megdicsértek, mert az nagy szó volt, hogy kengyel nélkül végig menni egy pályán, de általában az volt a vége, hogy ez a kár volt a lóér, mert sokkal tehetségesebb való volt ahhoz, hogy, mint hogy én 3-szor megtagadással mindig kizárjanak, és ne fejezzem be a versenyt, és akkor ezt így belátva a díjlovaglás, az jobban feküdt nekem, és arra volt egy nagyon klassz ló, az Eszmény, ez volt a neve, és ő vele, hát arra még emlékszem, hogy az egyetemen az első évben a kémia szigorlatra Szilvásváradról a versenyre mentem, de utána ezt már azért nem lehetett megengedni az orvos egyetemen, úgyhogy utána már ez abba maradt. Mielőtt elkezdte az egyetemet, 1 éven át dolgozott a Bács-Kiskun megyei kórházban. A Honvéd kórházban. A Honvédban. Igen. És ugye azt nyilatkozta erről az időszakról, hogy minden medikus jelöltnek kötelezővé tenni, hogy 1 évet dolgozzon. Igen. Mi volt az a plusz, amit önnek ez az 1 év adott, amit ott töltött a belosztályon? Ugye akkor volt ilyen, hogy előfölvételi, hogy akkor ilyen 20 pontos határ volt, 19,5 ponttól volt, de akkor abban az időben az értelmiségi szülők gyerekeit azért nem volt előny, hogy bekerüljön az egyetemre. Így azt mondták, hogy nem kell fölvételezni újra, de 1 évet dolgozzak, ha tudjam én meg, hogy mi az a munka. Ja, hogy az értelmiségi gyerek is szokjon hozzá. Igen, valami ilyesmi lehetett a hátulüt, vagy nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy én akkor a belosztályra, a intenzív osztályra kerültem, mint segédápolónő. Nincs az túl korán? Tehát az intenzíven akár naponta halnak. Ez még a tetejében a mérgezett osztály volt, akkor nagyon divat volt a B52-essel öngyilkosnak lenni, és tulajdonképpen a hat ágyon csak ilyenek feküdtek. És hát az elég kemény volt, de én nekem ez nem volt. Egyfajta vízválasztó? Tehát itt eldőlt, lehet, hogy tud-e önben orvos lenni, de nekem ez nem volt, mert ez egyértelmű volt, hogy én tudok. Aha. De volt egy osztálytársam, aki szintén orvos szeretett volna lenni, és bejött megnézni, csak a függönyt húztam el, én akkor már dolgoztam, ott elájult, és azóta jogász lett. Tehát ezért mondom, hogy ha őt akkor fölveszik... Biztos, hogy kevesebb a stressz, csak más típusú. Igen, de ha akkor őt fölveszik elsőre az egyetemre, biztos, hogy egy pár évet elvaszakol, mert biztos, hogy nem neki való lett volna a pálya, és én ezért mondtam, nagyon jó volt, mert ott a Honvéd kórház volt ez, és ott az egy nagyon családias kórház volt már akkor is, és ott olyan belgyógyászok voltak, Tóbiás Karcsi bácsi az öreg, hát most öreg már, akkor nem volt a Gulyás Lajos bácsi, szerintem nagyon sokan ismerik itt a városban, és ők ugye tudták, hogy én egyetemre készülök, és például a vénás injekciót megtanították, tehát olyan dolgokat tanítottak meg, amit ugye egyébként segédnővérként nem kellett volna, és én már úgy mentem az egyetemre, hogy én vénáztam egyedül végig a belosztályt. Tehát, és nagy öntudattal szúrt is vénát. Én abszolút, tehát én nekem ez nem probléma. Mondja, hogy családias volt a Honvéd kórház, olyannyira, hogy megtalálta a férjét az alatt az egy év alatt. Az alatt az egy év alatt, így van, tehát nincsenek véletlenek, tehát nyilván akkor ugye rosszul esett, hogy nem kezdhettem rögtön az egyetemet, de egyrészt ez a tapasztalat, hogy ott tudtam dolgozni, ez nekem nagyon hasznos volt, és ő akkor már végzett orvos volt, és katona volt. Akkor még ugye úgy volt, hogy egyetem után kellett 11 hónap katonaság minden fiatal embernek, és ő már, mint végzett orvos, ott volt, és mivel sebésznek készült, ezért a sebészeten volt, és a belosztály volt a másodikon, a sebészet az elsőn, és ugye engem, mint kisnővényt, engem küldözgettek mindig a lépcsőn leföl, és akkor ők ott álltak a műtő ajtóba, és nézték, hogy én a lépcsőn hogy megyek föl, miniszoknyában, stb. És egyszer csak az Ady Endre utcán szembe jött velem a járdán a Bokócsöves ralli autójával, és így kezdődött. Ez gyönyörű. Úgy járt egyetemre, hogy már feleség volt? Nem, az harmadévtől csak, de akkor már ugye, hát nyilván mire akkor ismerkedtünk meg, akkor ő már olyan biztos igen. partnernek tűnt, igen. Igen. Az egyetemen eldöntötte már, hogy radiológus lesz, vagy ez egy későbbi döntés eredménye? Nem. Az egyetemen a radiológia akkor még nem volt ennyire úgymond menő szakban, vagy volt egy röntgen, meg volt egy ultrahang. Volt egy röntgen, még ultrahang sem volt akkor. Tehát amikor én jártam egyetemre, még nem volt ultrahang sem. És ilyen, én nem is emlékszem az egyetemen, hogy mit tanultunk röntgenből, úgy őszintén. És én belgyógyásznak mentem, gyerekorvos is volt, de aztán a belgyógyászat volt az igazi orvos, aki ugye minden tetőtől talpig a beteget, mint belgyógyász tudja gyógyítani. És ott kezdtem. És aztán, amikor terhes lettem és a gyerekek jöttek, akkor kellett belátnom, hogy ez, hogy reggel 8-tól este 5-ig, meg havi nem tudom hány ügyelet, 2 gyerekkel, úgyhogy a férj Pesten dolgozik, ez nem fog menni. És közben mi éltünk Belgiumba egy 2-3 évet, ahol a férjem a PhD-jét írta, és én akkor gyesem voltam a gyerekkel kint, és ott már ugye mentünk a kórházba, az ottani klinikára, ott már volt CT, MR, tehát ugye évekkel előbb, évtizedekkel előbbre járt ott már a diagnosztika, és ott szembesültem vele, hogy ez mennyire fontos, és hogy ez egy milyen fejlődőképes, úgyhogy amikor hazajöttünk és a gyesről vissza kellett menni dolgozni, akkor jött a megyei kórházba az első CT, amihez járt 5 fölösleges státusz, és abból az egyiket én pont megkaptam, és így lettem radiológus. Ugye ennek egyik előnye volt a munkaidőkedvezmény. Azért az nyilván más világot írtunk akkor, amikor önök Belgiumban vannak, de föl sem merült, hogy esetleg kimaradnak? Nem. Nem. Én Kecskeméten élek, amióta megszülettem, ugyanabban a házban. Tehát, hogy én annyira ilyen földhöz ragadt vagyok, és márkahű, vagy hogy mondjam, hogy én nem eszünkbe se jutott. Nem, ez föl sem. 86-ban volt ez pedig, igen. Nagyon fiatalon fölkínálják önnek a Honvéd kórházban az osztályvezetői pozíciót. 38 éves, ha nem tévedek. Mi adott bátorságot, hogy elfogadja? Ennyire otthon volt akkor már a radiológiában? Nem, megmondom, mi adott bátorságot. Az, hogy a röntgen osztályt a megyei kórházban Lasszai főorvos úr vezette, aki egy fantasztikus nagy tudású és egy fantasztikus ember volt. Én őtől letanultam a radiológiát. Én 2 éves szakvizsgával kaptam ezt az ajánlatot, ami hát... Na, nagyon korán volt, nagyon hezitáltam, és én megmondom őszintén, elmentem a Lasszai főorvos úrhoz, aki akkor már nyugdíjban volt, és megkérdeztem tőle, hogy szerinte elmerjem-e vállalni. És ő azt mondta, hogy igen, nyugodtan vállaljam el, és ő itt lesz bármikor, ha segíteni kell, és jön, és ez így is volt. És egy nagyon jó tanácsot adott, azóta is betartok, hogyha átveszi az osztályt, és bármi nem tetszik, bármivel fölidegesítik, vagy bármi van, üljön le, írja le, és tegye be a fiókba. És hogyha 3 nap múlva is úgy gondolja, hogy érdemes ezzel foglalkozni, akkor vegye elő, és akkor csináljon belőle cirkusz, bármit, és akkor... Mert egyébként hirtelen dönt. Én nagyon. Szenvedélyesen él. Én azonnal, tehát, hogy mindent. Én ezt nagyon megfogadtam, tele van a fiók szetlivel, mert rájöttem, hogy 3 nap múlva abszolút nem érdemes már vele foglalkozni. Úgyhogy ez volt egy olyan indító tanács, és az, hogy az ő szakmai tudását magam mögött tudhattam, és a segítségét, így vállaltam én ezt el ilyen fiatalon. A Lasszai főorvos úrról hírlik, hogy ő egy olyan 56-os, akit még halálra is ítéltek. Az ő státusa ebben a korai időszakban már teljesen hibátlan? Tehát igen. Nincsen, nem nyúltak utána, nem bántották? Nem. Jó. És amikor nyugdíjba ment, amikor átvette az osztályt, azért segített? Változatlanul? Kérhetett tőle valamit? Ő a megyei kórházban volt, igen. Ő ott ment nyugdíjba, én a Honvéd kórházban mentem át. De azért az ajánlat úgy szólt, hogy ha bármikor baj van, akkor szóljon. Ha nem is baj, akkor még ugye röntgenfilmek voltak. Tehát nem digitális röntgen volt, hanem röntgenfilmeket leleteztünk. Tehát volt olyan, hogy a hónom alá kaptam egy 4-5 filmet, elugrottam vele a Lóverseny utcára, mert ott laktak, és ott a konyha ablaknál megnéztük, hogy főorvos úr, jól gondolom, ez az anamnézis a betegnek, stb. És akkor ő helyben hagyta, segített, mi lehet még, hogy voltak, akkor még kórház volt a Honvéd kórházban, tehát fekvőbeteg osztály, az egy nagyon termékeny időszak volt, és az egy nagyon szakmailag egy nagyon így van. Igen. Akkor, amikor én kezdtem ott, akkor, mivel hogy nekem volt jártasságom a CT-be, a mammográfiába, akkor vettünk mammográfiás gépet oda, akkor került oda egy CT, tehát ez egy szakmailag ez egy nagyon-nagyon termékeny és egy nagyon klassz időszak volt, és akkor mindig voltak, minden hónapban volt legalább egyszer a klinikusokkal egy meeting, ahol összejöttünk és megbeszéltük az eseteket, ugye akkor a röntgendemonstráció kellett, és ezt mindig én a főorvos úrral megbeszéltem, tehát, sőt el is jött ezekre, tehát ő egy fantasztikus ember volt, és ezeken a kezdeti szakaszon nagyon nagy támasz volt nekem. Valahol a 2000-es évtized vége felé alakítják át a Honvéd kórházat. 2007-ben egész pontosan. 2007-ben. Hogy élte meg? Mert hát azért nyilván visszaépült az önosztálya is. Hogyne. Ugye ez egy 200-as fekvő osztály volt, belgyógyászati ügyelettel, trauma nagy ügyelettel, mindennel, és az bezárták szakpakka fekvő részleget, és maradtunk úgymond egy SZK, tehát hogy egy járóbeteg szakrendelés és a katonai szűrővizsgálatokat helyezték ide. Akkor, amikor kórház volt, volt 12 asszisztensem és 5 orvossal dolgoztunk. Ez egy nagy osztálynak számított. Aránylag akkor. Igen, egy igen. Nagy osztály volt. Elég széles skálá, ugye ultrahang, röntgen, CT, mammográfia, minden volt az égvilágon, és egyszer csak így stop, le kellett építeni, nekem kellett megmondani, hogy melyik asszisztensnő maradjon, melyik ne. Szerencsére nagyon sokan találtak maguknak olyan helyet, ami továbbiakban az életük megoldódott vele, és most jelenleg 5 asszisztenssel és 2 orvos dolgozik, tehát hogy nagyon leépült az egész. Mondta, hogy ló nem volt otthon, hiszen nem lehetett. De vajon kutya volt-e? Nem. Kutya sem volt. Hogy kerülnek a kutyák a képbe az ön életében? A kutyák úgy kerülnek a képbe, hogy ugye 2 nagyfiam van, akik szintén kosárlabdáznak, méghozzá nagyon magas színvonalon. A kisebbik az korosztályos válogatott is volt, 2 évben serdülőben és kadett korosztályban ő volt az év játékosa. De 172 centi volt. Tehát gyakorlatilag még már profi csapatban már nem. Tehát neki szépen úgy be kellett adagolni, hogy kisfiam, nem ez lesz a jövőt, azon kívül nagyon okos gyerek voltál, nyilván tanuljunk valamit inkább. És ezt átidalandó, hogy most abban marad a kosárlabda, a harmadik gimnáziumban egy kutyát, a nagypapa egy tanyáról egy nagyon cuki német juhász keveréket szólt, hogy itt van. És akkor ez volt az ő kutyája. És elkezdtünk a Gyula bácsinak a Kisvájba, a kutyaiskolájában járni. Kutya ült, feküdt, maradt, mindent csinált, amit kellett, és egyszerűen láttuk, hogy a kutyával, hogy mit lehet elérni, hogy ezek hogy kommunikálnak velünk, hogy nem egy háziőrző kutya, hanem ez egy társ innentől kezdve. És akkor elkezdtem keresgetni, hogy ha már ennyit foglalkoztunk, és akkor lett még egy kiskutyám, a Bömbike, hogy akkor mit csináljunk velük? Valami hasznosat, mert hogy valamit csináljunk már velük, hogyha már ennyit foglalkozunk velük. És akkor Lasszai főorvos úrnak mesélem, és azt mondja, hogy hát az én lányom Ajkán valami terápiás kutya, nem tudom mi ezzel, azzal foglalkozik, hívja föl, kérdezze meg. Fölhívtam, és mi egy hónap múlva Debrecenben voltunk, és megcsináltuk a terápiás vizsgát a két kutyával. Ez a bizonyos Móci annyira készen volt erre? Igen, hogy... ugyanis ez egy engedelmes, az alapja minden munkakutyának, tehát hogy engedelmes legyen, rám figyeljen, most itt lefeküdjön, ha mondom neki, ugasson, ha kérem, a színpadon, ennyi fénybe, tehát hogy igen. És már csak egy pici dolgot kellett rátenni, mondjuk nagyon egyszerűen, ugye nálunk sem volt divat, hogy a kutya a lakásban való, és ugye ezek a terápiás kutyákat lakásba, szobába kell vinni dolgozni, úgyhogy egy hétig a gyerekszobába etettem, hogy bejöjjön, ha legyen hajlandó bejönni egyáltalán a lakásba, és ott ne féljen. Úgyhogy az már egy nagyon rövid ráképzés volt erre a nagyon klassz engedelmes feladatokra, és simán levizsgáztattuk őket. Öntől tudom, hogy a terápiás kutyák csak valami szervezett módon foglalkoztathatók, tehát kell egy szervezet, egy ernyőszervezet, ami alatt dolgoznak. Ez volt az oka, hogy ön alapítványt hozott létre? Így van, ugyanis tehát valakinek van egy jól kiképzett cukimuki kutyája, nem, így nem dolgozhat, hogy Juharos Ágota elmegy a Mócival terápiás kutyázni, hanem egy szervezet, alapítvány vagy bármilyen szervezet, egyesület, így van, kell, hogy vállalja a felelősséget az ő munkájáért. Tehát nekünk a mostani összes segítőkutyánk a mi felelősségünkre, vagyis az alapítvány felelősségére dolgozik, hiszen mi képezzük ki őket, mi vizsgáztatjuk, mi ellenőrizzük a munkájukat, évenként kérjük be az állatorvosi vizsgálatokat, az előírt dolgokat, és nekünk kell látni, hogyha valamelyik kutya kiöregedett, ha már nem alkalmas rá, akkor nyugdíjazzuk, stb. Tehát, hogy ez az alapítvány vezetőségének a felelősségére folyik ez az egész munka. Több mint 10 éve működik az alapítványa. Kellett-e garanciát érvényesíteni? Tehát, hogy volt-e ilyen, hogy valamilyen módon be kellett avatkozni hogy mondjam, tehát vagy valaki tette panaszt a terápiás eljárásra? Nem, hál' Istennek, ilyen nem volt még, és nagyon remélem, és pont ez a mi feladatunk, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez egy szolgáltatás, itt nekünk kell alkalmazkodni, és nekünk kell olyan emberekkel, olyan kutyákkal dolgozni, akik maximálisan ki tudják szolgálni azt, akinek mi segíteni szeretnénk. Kezdetben volt Móci, aztán jött Bömbi, ez 2 darab terápiás kutya. Eddig. És most hánynál tartanak? Csak nagyságrendileg. Így ilyen 2-vel kezdtük, jelenleg 60 vizsgázott terápiás kutyánk van, és 25 egyéb segítő kutyánk. Másként kérdezek, és hány ilyen egyesület van az országban? Mint a... Nagyon sok, úgy a világon körbenézve, itt ez nem értjük, hogy miért 62 van egyébként az országban, de nem kellene ennyi. Tehát én annak vagyok a híve, hogy itt csapatban lehetne ezt jól dolgozni. Tehát van olyan egyesület Magyarországon, ahol egy kutya van. Tehát ahhoz is egyesület kell. Ahhoz is egyesület kell, de nem. Én azért vagyok nagyon büszke erre, az a mi alapítványunkra, az egyik legnagyobb alapítvány Magyarországon per pillanat, hogy ennyi embert tudunk összefogni, és csak egy példa, délután 5 órakor kaptam egy kérést, hogy menjünk fel a Petőintézetbe bemutatót tartani. 6 órakor 13 kutyásom állt Glédába, hogy szerdán indulhatunk. Tehát, hogy egy ilyen csapattal dolgozni. Még örülök, hogy nem most, mert hogy esetleg felutazott volna. De Békés Csabáról, Visegrádról, Szolnokról, Mohácsról, Bajáról mindenki be fog ülni az autóba, és 10-kor találkozunk szerdán Pesten. Ezek a településnevek, amiket felsorolt, ez körülbelül az alapítvány hatókör körét is körbeírja? Körülbelül igen, hiszen 6 olyan kutyaiskolánk van ezekben a városokban nagyjából, amit felsoroltam, ahol a saját kutyakiképzőink terápiás és segítő kutyaképzést folytatnak az egyéb családi kutyák. Tehát a kutyaiskolát ők tulajdonosok is, és ők üzemeltetik, és ők a kiképzők. Van-e ennek valami olyan protokollja, amit mondjuk kötelezően be kell hajtani, ami a feltétele, hogy valamelyik kutya megkaphassa, hogy ő terápiás kutyus? Hogyne, hát nagyon komoly vizsga feltételek vannak. És hát most... Nem elég, hogy engedelmes a kutya. Nem. Ennél ez sokkal bonyolultabb, hiszen olyan szituációkba visszük őket be, amire föl kell őket készíteni. Tehát ez nem bármelyik családi, aranyos, kedves kutya ról nem fogjuk tudni, hogy ő hogy reagál. Ez egy 2 éves munka körülbelül, mire egy kutyát fölkészítünk erre. Főorvos, ez, hogy mit tud segíteni a kutya, miben tud segíteni, és főleg kinek, milyen korosztályoknak, hol alkalmazható, hol vethetők be ezek az állatok? Itt külön kell választanunk most már a terápiás kutyát, ami az én kutyám a Rozi, ő egy terápiás kutya, én minden szerda reggel 8-tól 9-ig a Nyíriúti Egymiben vagyok egy csoportban, ahol a gyógypedagógus vezeti az órát, és én pedig segítem azt, hogy ott az óra sikeres legyen, hogy a gyerekek örömmel végezzék, tehát mint egy motivációs társ van ott a kutya, és mint egy osztálytárs részt vesz a feladatokban, és segíti a munkáját. Ilyen típusú munkát végzünk óvodákban, akár sima óvodában, akár fejlesztő órákon, kisebb csoportban, vagy több gyerekkel, sima általános iskolákban, ahol az állatasszisztált oktatás, ez az egyik, amit szerintem mi kezdtünk el ilyen nagy, és most szerintem van az országban legalább 25-30 osztály, ahol ezt mi rendszeresen, minden héten bemegy egy órára a kutya, vagy egy idősek otthonába, vagy a kórházban jár a kis Yorkink a beteg gyerekek mellé, vagy az onkológiára. És van egy másik csoport, ugye a segítő kutya, amit mi kiképzünk a kutyát az alapítvány, engedelmességre és speciális feladatokra, majd odaadjuk az illető sérült embernek, kliensnek, akivel élete végéig együtt él, és az élete végéig segíti őt. Például egy kerekes székesnek leesik valami, akkor a kutya föl fogja venni, és a kezébe adja. És most például az Emma, ő egy iszonyú cuki 9 hónapos menhelyes kiskutya, ő azért van nálam kiképzésen, mert egy 35 éves egyetemet végzett, Aspergeres autista fiatalember kérte tőlünk, egy rendkívül intelligens fiatalember, de nem mer felszállni a vonatra meg a buszra. És mondta, hogy a benzinás, a többi miatt, ő csak autóval mer bárhova menni, és tehát, hogy nem érzi jól magát tömegbe, ha ő bemegy egy irodába, vagy egy hivatalba, őt nagyon kellemetlenül érzi magát, mert nem látszik rajta, hogy bármi baja is van, de ő neki muszáj oda tolakodni a sor elejére, mert nem tud sorban állni, és ezért rettentő sok megaláztatás, rettentő sok intrika éri. És ő azért kérte tőlünk a kutyát, hogy egyrészt ezt a buszon utazást meg tudja oldani, és most nagyon egyszerűen ugye van ez a Deep pressure terapia, úgy hívják, ez a mélynyomás terápia, amit az autistáknak egy megnyugvást ad. Úgyhogy most ez a kiskutya arra van tanítva, hogy én rázom a lábam, mert ő megmutatta, hogy ő, amikor ideges így csinál, akkor a kiskutya fölugrik az ölembe abban a pillanatban, ide bújik, pusziszkodik, mit tudom én, és akkor tudja simogatni, és akkor ő fog tudni utazni a vonaton és a buszon. Ez elképesztő. Igen. Említette az onkológiákat, tehát hogy a hospice állapotban lévő betegeken is segíteni tud egy kutya. Erre az Andi tudna nagyon sok, Borsos Andi tudna nagyon sok olyan történetet mondani, ami ezt bizonyítja. Hát talán csak egyet nagyon röviden, ugye a gyerekosztályra jár, a gyerek nem szólal meg, a kutyának elmeséli, hogy az anyukám az onkológián fekszik, de nem merek hozzá átmenni, mert ő nagyon beteg, a gyereknek meg izomsorvadása van. És akkor nem tudnak elbúcsúzni egymástól, és akkor az Andi mondja, hogy vigyük, a kiskutyával átjönnél. És a kutyával átmegy, és akkor legalább el tudod búcsúzni az anyukájától. Ez csak egy példa, és ebből tudnék holnap reggelig. Vaj minden kutya alkalmas terápiás célokra? Nem. Nem. Hogyan, mi alapján dől el, hogy mi múlik, milyen fajta, kell-e, hogy pedigréje legyen, mi kell hozzá? Nem, a pedigré egyáltalán nem kell, nekünk a 60 vagy 80 kutyánkból 10 vagy 15 menhelyes kutya. Én nagyon szeretem a menhelyes kutyát elhozni, de nem kölyöknek, amikor még nem látjuk, hanem a menhelyről mindig 8-10 hónapos, 1 éves kutyát hozunk, amelyiknek már kialakult temperamentum van, tudjuk, hogy milyen, kiválasztjuk, erre megvannak a megfelelő tesztek, teszteljük az idegrendszerét, a motiválhatóságát, nagyjából, hogy milyen félelmi reakciója van-e vagy nincs. Ha kölyökkutya, az pedig az alomból van kölyökteszt. Ha kölyökkutyát, akkor azt mindenképpen pedigrés helyről szeretjük ajánlani, hogy onnan hozunk, mert ott akkor a szülők ismertek, tudjuk, hogy mire várható, hogy mi lesz belőle, és akkor az alomból kiválasztjuk azt, ami arra a feladatra jó. Más kell a terápiás kutyának is, egy kicsit más a segítő kutyának is, ez szerint válogatjuk őket. Vannak-e olyan kutyafajták, akiket abóvó nem javasol erre? Hát egy doberman szerintem ne kezdjünk el erre nevelni. De például van kanekorzó, ami szintén ez a nagyhatalmas jószág, ami őrzővédő kutya, abból van terápiás kutyánk például, mert az az egy olyan, mint a birka, de azért nem ez a jellemző. Jellemző a labrador, a golden retriever, a spánielek nagyon alkalmasak erre. Nagyon izgalmas, ugye, hogy számos olyan csatlakozója van, akikből aztán már kiképzők lettek. Azt ki lehet-e mondani, hogy mondjuk alapvetően elsősorban pedagógusokat érint meg ez a dolog, vagy azért ez így túlzás? Azt látom, igen, hogy a jelentkezők közül, vagy akik biztosan, hogy hosszú távon megmaradnak, azok valamilyenféle segítő szakmában dolgoznak. Vagy pedagógus, vagy gyógypedagógus, vagy az egészségügyben dolgozik, vagy ahhoz közeli állapotban, hiszen az ő egyéniségükhöz, az ő mentalitásukhoz, az ő empátiás készségükhöz van legközelebb ez a szakma, és aki egyébként jelentkezik, az vagy nem bírja ezt, vagy nem olyan beállítottságú, hogy akkor nem érdekel semmi más, akkor is megyek, akkor is áldozok rá, mert hát ez most egyelőre még ugye nekünk még egy anyagi áldozat is, az időről nem beszélve, hogy mi eljussunk ezekre a helyekre. És nyilván az, aki eleve ezt a szakmát választja élethivatásának, az fogja ezt is szívesen csinálni, és hosszan. Borzasztó érdekes, amit mond, mert az következő kérdésem az lett volna, és hogy lehet ezzel keresni? Meg főleg sehogy. Sehogy. Tehát itt az alapítványunkban senki nem ebből él. Mindenkinek van főállása, vagy ha szerencsésebbek vagyunk, akkor nyugdíjas, és rengeteg ideje van, de főállása van, abból élünk, és ez a hobbink. Egyelőre. Mondja, hogy 60 kutya dolgozik csak az ön szervezetében. Igen. Miért csinálja még mindig személyesen, akár a kiképzést, akár a kutyafölvezetést, hogy eljár? De nélkülem nem működne ilyen. Nem. Miért? Hát mert ebbe ez az élvezet. Tehát én a kutyaiskolázást azt egy olyan 10 éve kezdtem, hogy most már 8 éve körülbelül, hogy saját kutyaiskolánk van, és a Kecskemétit azt én vezetem. Tehát az, hogy ott bejön egy kutyás, és ott ugat össze-vissza a kutyája, és azt se tudja, mit csináljon vele, és 2 év múlva egy vizsgázott terápiás kutyája lesz, hát én ennél nagyobb boldogságot nem tudok. Tehát, hogy van eredménye, és minden órának van eredménye, és ugyanez a bemutató, tehát, hogy elmegyek a kutyával bemutatózni a gyerekekhez az iskolában, akkor... Tehát, hogy egyetlen egy óra nincs olyan, hogy úgy jönnék ki, hogy ez fú, de klassz volt, vagy az a gyerek, amelyik ott ült a sarokba, és mondta, hogy ő fél, és hozzá nem ül, azok a végén már azt sem tudom, melyik volt, mert benne áll a játékba, és simogatja a kutyát. Ezek olyan élmények, amit most így hirtelen nem tudok mással helyettesíteni. Vajon minek van ma prioritása? A radiológiának-e az ön esetében, vagy most már a kutyaterápiának? Én azt gondolom, hogy a radiológia az már rutinból megy, tehát az van egy munkahelyem, oda eljárok, és azt csinálom. Azt egy picit visszavettem, a magánrendeléseket, azt most már csak egy helyen van, tehát a szabadidőm, ami van, az mind a kutyáké. És a kutyásoké. Láttam képet önről, hogy magas ágyásokban kapálgat állva. Igen, mert most nem tudom még ebből a székből, hogy fogok fölkelni, mert a derekam az elég fájós. Ígérem, hogy köszönöm szépen. De ezért magas ágyás van, és akkor én állva kapálok. Igen, így hogy mondja, tehát nem kell hajolni. Vajon aktuálisan hány kutyája van? Most otthon 4 kutya van, amiből 3 az enyém, és 1 pedig ez az Emma, aki kiképzésen van nálam. Ez jövő őszig lesz körülbelül nálam, akkorra lesz kész, és akkor fogom tudni átadni ennek a fiatalembernek. Ez a kiképzés, ez napi rutint jelent? Abszolút, vagy... igen. Tehát, hogy igen, minden tehát nap velem kell valamit fogadni. Így van. Na de hát, ha még egy évig ott lesz, akkor ez nem egy gyors folyamat. Nem, 2 év egy kutya kiképzése. És közben a a leendő tulajdonost is képzem, tehát ő két hetente minimum, úgy van a megállapodás, minimum két hetente jön Kecskemétre, mert egyébként Veresegyházán lakik. És ő jön minden két hétbe a kutyaiskolába, ahol most már az Emma olyan kiképzési szinten van általam, hogy most már a kezdő gazda tud vele a suliba dolgozni, és hát rettenetesen élvezi. Ő nekik össze kell szokni, a gazdának meg kell tanulni, hogy hogy ültesse, hogy fektesse, hogy reagáljon, ha a kutya így néz, ha a farka így áll, ha jön egy másik kutya, stb., hogy ő ezt hogy kezelje le, hiszen innentől kezdve 24 órában ez a kutya vele lesz, és ő konkrétan egy hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkás, a fiatalember, tehát ő az utcánkat fogja róni, és egyben terápiás kutyája is lesz, remélem, a hajléktalanoknak és a munkájához, tehát őt ebbe fogja segíteni, és erre föl kell készíteni őket. Túl lehet-e terhelni egy ilyen kutyát? Túl. Vagy lehet-e, hogy mondjuk a kutya kiég, és már nem alkalmas tovább a feladatra? Lehet, persze, de erre nagyon vigyázzunk, hogy ez ne történjen meg. Ezért egyrészt olyan kutyát választunk, aminek atom az idegrendszer, és ez bírni fogja. A másrészt, hogyha látjuk rajta a jeleket, akkor megpihentetjük. A terápiás kutyáknak a terhelése az extrém fokú, ugye, amikor idegen emberekkel kell neki állandóan kontaktálni és feladatokat teljesíteni. Úgyhogy ezért egy héten 3, maximum 4 órát engedjük őket dolgozni. Egy munkatársa említette, hogy arra készül, hogy kutya panziót nyisson. Hol tart a terve? Ez csak ott tart, hogy a terasz alatt van 3 kenel és egy lezárható, úgyhogy egyelőre a kutyapanzió az a tücsinek van tartva, illetve olyan kutyásoknak, akik éppen nem tudják hova tenni a kutyáikat, hogyha jönnek a képzése vagy bárhova, úgyhogy egyelőre ennyi, úgyhogy most már a kutyapanziót elvetettem, nem azzal fogunk foglalkozni, hanem segítő kutyákat fogok inkább így befogadni, mint az Emma, és akkor 1-2 év alatt, hát ha még bírom, akkor még fölkészíteni a kliens számára. Kedves főorvosasszony, mennyire lát előre? Hány évre, és mit vizionál? Hú, hát mondjuk? Ez a bajom, hogy én még éppen mondtam, itt valami kis fiatal kiképzőm volt itt a hétvégén, hogy ez borzasztó, hogy én 25 évre tervezek most előre, és ha így kiszámolom, hát na, szóval nem tudom, én remélem, hogy még 20 évig bírnám csinálni ezt. Hát én megkívánom, hogy történjen ez így, és csinálja 20 évig, vagy még tovább. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívott. Segítek, az ígértem. Egész jól meg. Köszönöm szépen. Rozinak is köszönjük. Gyere, szia. Rozikám, búcsúzzál el. Szia. Gyere, elköszönünk, jó? Jössz? Gyere. Gyere ide lábhoz. Lábhoz, jó? Ül. Üljél le szépen, jó? Pacsit, integet, pacsit, pacsit. Nem ugad, figyelj csak ide. Pacsit, integet, az, integet. Ügyes vagy, jól van. Szuper. A tejámat leviszem, jó? Köszönöm szépen. Jó. Mi köszönjük önnek!